Sziasztok! Kolos vagyok a Mindmegette konyhájából, ez pedig a Kóstolj Kolossa. Közeledvén ugye a húsvéthoz, szeretnénk nektek sonkafőzéssel és illetve a sonkával kapcsolatban hasznos tanácsokat, tippeket adni, hogy ha lehet, akkor tökéletes sonkát tudjatok otthon főzni. Mi most jelen helyzetben lapockát fogunk főzni. Ugye nagyon-nagyon fontos a hús kiválasztása. Amire nagyon-nagyon figyeljetek az az, hogy ha lehet, akkor mindenképpen puha, viszonylag puha húst vegyetek. Ez az egyik alfája tulajdonképpen annak, hogy jó sonkát tudjunk főzni. A köznyelv egyébként, ugye ahogy húsvétkor szinte mindent sonkának szoktunk hívni. Igazából a sonka az gyakorlatilag a sertésnek a hátsó lábánál lévő szívsonka és sonkarész. Mi a szerkesztőség kívánságára mellső lábbal, lapockával dolgozunk, és egy kötözött sonkát vettünk. Tehát az első és nagyon legfontosabb dolog az az, hogy mindenképpen puha sonkát vegyünk. Minél inkább száraz, illetve szárított a sonkánk, annál nagyobb a valószínűsége, hogyha beáztatjuk, a végeredmény főzés után akkor is egy széteső, kicsit szétmálló hús lesz. Tehát, hogyha erre figyelünk, hogy puha legyen az a sonka, amit megvettünk, akkor nagy valószínűséggel, hogyha a főzési dolgokat és mindent betartunk, akkor azzal is, tehát egy jó sonkát fogunk tulajdonképpen elkészíteni. Kezdhetjük is az előkészítéssel. Az előkészítésnél fontos az, hogy a sonkát tulajdonképpen ugye nekünk, ahogy látjátok, elég puha a hús, nem kell egy éjszakára, nyilván ahogy szárazabb, tehát minél szárazabb egy sonka, annál hosszabb ideig kell áztatni. Mi most első körben ezt a sonkát a nagyjából egy 4 órára fogjuk behelyezni hideg vízbe, a hűtőszekrénybe. Pontosan, ahogy mutattam, ugye pont azért, mert puha, nekünk nem kell, hogy egész éjszakát álljon. Ide helyeztem már a vizet, és ebbe a vízbe berakjuk tulajdonképpen szépen ázni. Eltelt az 5 óra, én a sonkát kivettem, és tulajdonképpen a lábosba, vagy a fazékba egy új vizet rakok föl. Egyrészt csökkentjük a sótartalmát, a sóságát a sonkának, és gyakorlatilag egy teljesen új, nagyon-nagyon fontos hideg vízbe fogjuk felrakni, főzni a sonkánkat. Feltöltöttük hideg vízzel, és elkezdhetjük a főzést. Még egy fontos dolgot mondanék a hús kiválasztásához. Nem elég ugye az, amit mondtam, hogy csak szárad, tehát hogy ne legyen száraz a hús. Tehát figyeljünk arra, hogy megfelelő zsírréteg is legyen a húson. Ez ugyanúgy a puhaságát segíti majd elő, miután megfőtt. Mi lapockát választottunk, lehet látni itt, hogy azért a zsírréteg középen is, tehát tulajdonképpen a kollagénes rész a húson belül is van a szövetek között, ez nekünk szintén garantálja, hogy jó puha legyen, természetesen akkor, hogyha betartjuk a megfelelő főzési metódust, ami a hideg vízzel kezdődik, a hideg vízbe helyezzük be a sonkát, elindíthatjuk így is a főzést, és nem fontos hozzá fűszer, nyilván a füstölés, és hogyha esetleg még mondjuk kapott valami, a páci is kapott tulajdonképpen fűszereket, akkor ez önállóan is megfőzhető. Másfél kilós az én sonkám, ehhez került tulajdonképpen ez a két fej vöröshagyma, egy egész fej fokhagymát fogok hozzárakni, 3 darab babérlevelet, ezek kicsit kisebb babérlevelek, tarka bors fog hozzákerülni, borókabogyó fog még hozzákerülni. Sót azért raktam ide, amikor fő, az ember megkóstolhatja a levet, és hogyha a lé azt sugallja, hogy nem elég sós, akkor rakhatunk hozzá sót. Tulajdonképpen én ezt csak ide helyeztem, én még nem igazán sóstam meg a főzőlevet, de aki úgy gondolja, az nyugodtan sózhatja is majd. Először belerakom a vöröshagymát, majd belerakom a fokhagymák gerezdeket, aztán következik az egész bors, jöhet a babérlevél és a borókabogyó. Elkezdjük a főzést. Mire kell figyelni? Az egyik legfontosabb dolog az az, hogy mennyi ideig főzzük ugye a sonkát. Kilónként, ez egy aranyszabály, kilónként egy óráig kell főzni, tehát gyakorlatilag egy kiló sonkát egy óráig, másfél kilósat másfél óráig, ez jelen esetben egy másfél kilós sonka, ezt másfél óráig fogjuk főzni. Ami még nagyon fontos, a sonkát lassú tűzön fogjuk főzni, nem fedjük le, és ami nagyon-nagyon fontos, ugyanúgy járunk el, mint a húslevesnél, gyöngyöző vízben fogjuk ezt az egészet megfőzni, nem szabad, hogy forjon, de ha arra figyelünk, mint otthon a húslevesnél, hogy csak picit pöszörög, kicsit buborékosodik a teteje a víznek, az nekünk tökéletes. Letelt a másfél óra, a sonkánk megfőtt, két tipp, pontosabban egy tipp, tojást
is főzhetnénk a főzővízbe, ezt az utolsó 20-25 percbe tegyük bele. Nagyon-nagyon finoman átissza a sonkának az ízét a tojás. A pórusokon keresztül, a héján keresztül tulajdonképpen bemegy az íz, és hát isteni finom, nyilván aki evett már ilyet, az pontosan tudja, és hogyha lehet, akkor másként nem is nagyon készíti. Mi most csak a sonkát készítettük el, tehát hogyha lehet, akkor főzzetek tojást is, utolsó 20-25 percben bőven elég betenni. Lezárom a tűzhelyet, és ami ezután szintén egy nagyon fontos dolog, hogy ezt a sonkát most nekünk saját levébe kell hagynunk kihűlni, és miután kihűlt, berakhatjuk egy éjszakára ugyanúgy a hűtőbe, és másnap tökéletesen szeletelhető lesz ez. Készítsétek el ti is a sonkát, ha betartjátok az utasításokat vagy a praktikákat, amiket itt hallottatok, akkor nagy valószínűséggel tökéletes lesz a végeredmény. Kellemes húsvéti ünnepeket szeretnék kívánni mindenkinek. Sziasztok, kövessetek minket a felületeinken, Facebookon, Instagramon és YouTube-on. Sziasztok, kellemes ünnepeket!